Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztályában a 21. forduló mérkőzéseit rendezték kedden és csütörtökön. A játék hét egyik rangadójának a harmadik helyre fellépő Turulány és a mérkőzés előtt az ötödik helyen álló Klubfeca összecsapásaig érkezett. Az első osztályú Kispályás labdarúgó bajnokság 21. fordulójában a harmadik és az ötödik helyezett csapat méri össze erejét. Piros mezben a Klubfeca balról jobbra támad, ők jelenleg ötödikek a tabellán, a Turulány kék mezben a harmadik jelenállás szerint. A két csapatot mindössze 4 pont választja el, igen, kiélezett mérkőzésre lehet majd számítani, szoros a küzdelem. Ugye az már eldőlt a 20. fordulóban, hogy a 2002-2003-as első osztályú bajnokságot a Szépházak 94 Igantaniroda nyeri, hiszen már behozhatatlan az előnye a többi csapattal szemben, azonban a dobogóra, illetve a dobogóért folytatott harcban, valamint a kiesés elkerüléséért vívott küzdelemben még óriási csata várható a további fordulókban, játékheteken, mérkőzéseken. És tulajdonképpen e két csapat közül is még bármelyik odaérhet a dobogóra a végelszámolásnál. A Klubfeca kapuját Csönge Norbert őrzi, a kezdő csapat pedig 19-essel Máj Norbert, 11-essel Bóka Csaba, 10-essel Máriási Zsolt, 16-ossal Molnár Gábor és 2-essel Fodor Tamás. A Turulány együttesében a kaput Kis Gábor őrzi, aki korábban mezőnyben tevékenykedett, most a golvonal előtt foglalja el helyét. Előtte pedig 11-essel Paral Bálint, 14-essel Mádi Csaba, 10-essel Kis Róbert, 6-ossal Magda Csaba és 17-essel Karsai Márk. Fodor. Turul bedobás. Az őszi idényben a Turulány 8-3 arányban verte a Fecát, így a pirosmezesek mindenképp visszavágásra készülnek. Mindkét csapatban akadnak hiányzók a megszokott összeállításokhoz képest. A Klubfecánál Almádi Ferenc 6-7-es eltiltást kapott az elmúlt fordulóban. Tanúsított magatartásáért. Bóka. Nézzük a Feca akciót. Máriási. Máj érkezik lendületből, Máriási pedig a kapu elé tette a labdát. Azonban senki nem ért bele. Mádi. Kis. Karsai. Máriási. Fölé. Tehát a hiányzókról beszéltünk, a Klubfecában az egyik gólvágó játékos Juhász Károly sincs itt most ezen a mai találkozón. Hajnal Imre csak a lelátón foglal helyet, de átsorolhatnánk a játékosokat. A másik oldalon a megszokott csapatból Kovács Attila, Schneider László, Rózsa Csaba sincs jelen. Bóka. Máriási egyből tovább tette a labdát, aztán Máj Norbert, most már Bóka. Molnár Gábor. Máriási érkezett a labdáért és sarokkal tette tovább. Mádi. Kis. Paral.
Hát a túloldalra Magdának nem volt pontos a labda. Molnár Gábor. Máj. Molnár. Kis Gábor jött ki a kapujából. És ott a vezető találat, a gólszerző Máriási Zsolt. A hatodik percben 1-0-ra vezet a klub Feca. Karsai egy távoli lövés, nem is volt veszélytelen. Jó másfél méterrel a kapu mellé suhant a labda. Parall és Fodor küzd a labdáért, utóbbi a győztes, Máriási. Fodor, Parallról vágódik szögletre a labda. Máriási Zsolt, a Feca gólszerzője végzi el a sarokrúgást. Nagy a helyezkedés középen, és nem is volt rossz. Fodor csúsztatta meg a labdát, ami elszállt a kapu előtt keresztbe. Parall. Magda. Máj Norbert szerez labdát, és növeli a Feca előnyét. 7. perc, 2-0 az eredmény. Bizonytalankodik a turul védelem, eladják a labdát, és Máj Norbert pedig a kapu jobb oldalába lövi azt. Parall. Kis. Ismét Máj Norbert volt határozott, aztán Molnár Gábor is odalép, Bóka. Karsai lépett közbe. Kis. Magda. Parall. Karsai tovább tudja tenni, Csönge vetődik ki. Kis Róbert bedobása. Karsai, Csöngevéd, látványos mozdulattal szöglet. Kis szöglete. Parall nem találta el a labdát, aztán nagyot esett a lendülettől. Karsai, Mádi, Kis középen, Karsainak hátra. Mádi. Karsai. Kis Róbert adja hátra Kis Gábornak a labdát. A turul dobhat, hiszen Mádi visszapattintotta a játékszert Fodorra. Parall. Kis Róbert. Ketten is vele szemben. Magdához ível. De magas volt a labda. Csönge. Magda támadta. Kis Róbert. Máriási. Kis Gábor véd. Újabb turul hiba. A kékmezesek tér felén Máriási használta ki, és egyből lőtt. Máriási szöglete. Parall perdíti fel a labdát, aztán Kis Gábornak kell besegítenie. Parall. Nincs kint. Kis Róbert. Mádi. Karsai. Szép játék lett volna. Hosszú volt azonban.
A passz. Máj. Csönge. Bóka. Csönge. Fodor. Ketten is a bal oldalon. Máj lövi el. Nem sokkal ment mellé. Marad a 2-0-ás klubfeca vezetés a 10. percben. Kis Róbert. Magda Csaba Karsai teszi tovább egyből. Mádi most már. Magda futott fel a bal szélen. Csönge védett. Szöglet. Magda Csaba szöglete. Mádi. Máriásiról visszapattan a labda. És 14-es számmal friss játékos a pályán a Fece együttesében. De ez Magda Csabát nem zavarja, és szépít. Harald tette a kapu előterébe a labdát, Magda pedig a jobb kapufánál csak beletette a lábát. A 11. percben 2-1 az eredmény a Feca javára. Molnár. Tehát 14-es számmal a piros mezeseknél Németh Antal a pályán. Máj. Máriási perdítette tovább. Máj Norberthez kerül vissza. Máriási. Visszapattan hozzá. Molnár. Bóka. Máj távoli lövése, és súrolta a kapufát. Mádi. Magda. A lépteit a jobb oldalon, aztán távolról tüzelt. Kis Róbertről pattant az oldalvonalon túlra a labda. A bedobásból nem alakul ki különösebb gólveszély. Kis Róbert, Paral, Mádi. Aturul birtokolja többet a labdát, de a gólok aránya a klubfecának kedvez. Máriási. Németh fut tovább a bal oldalon. Németh. Bóka. Jó, a középre adott labda, a Máriási ismételhet, de kis állja útját. Szöglet. Először a kapus Kis Gábor, majd pedig a mezőnyjátékos Kis Róbert hárított. Máriási szöglete. Bóka. Németh tette bele a lábát, és Kis Gábor védett bravúrral. Molnár, Máriási, és felszabadult a turul kapuja. Cserélt a turul lány 18-as számmal, Farkas István a pályán, Karsai Márk helyett. Máriási. Nem sikerült átívelni Némethez a labdát. Bedobás. Máriási kezében. Nem találta el egy piros mezes sem a játékszert. Aztán most már Farkas. Megcsúszik egy pillanatra. Magda. Mádi. Magda kapja vissza. Szöglet. Kis Róbert küld be egy embert a kapu előterébe, de nem jut el a labda középre.
Bókában akad el ismét. Bedobás következik. Farkas. Még mindig ott a lehetőség. Csönge védett. Paral. Kis Róbert. Hárman vették körbe. Magda. Eladja. Bóka tartja. Szép csellel indul meg. Bóka még. Német, picit vissza kellett lépnie a labdáért. És ez elég volt ahhoz, hogy visszaérjenek a turulvédők. Mádi. Paral. A 16. percben járunk. 2-1 az eredmény a klub Feca javára. Farkas. A cselek nem vezetnek eredményre. Májszerel, Máriási. Feca szöglet. Máriási. Máj érkezik lendületből befutó emberként. A kaput nem találta el. Kis Gábor, Mádi. Paral fut keresztbe. Farkas! Nem ért be a labdába. Molnár Gábor. Balogh Zoltán. Csereként lépett most pályára 6-os számmal Balogh Máj Norbert helyére. Molnár. Mádi. Paral veszi át a labdát, aztán lő mellé. Csönge kirúgása. Paral fejeli vissza. Magda nem tudja megmenteni a vonal előtt. Balogh. Német. Máriási. Kis Róbert. Magda Csaba fordul. Bóka ért vissza. Farkas elől halászta el a labdát. Balogh. Paral állította meg a Feca akcióját. Máriási. Balogh Zoltán. Paral lép ki. Máriási gyűjti be. Bóka. Balogh. Ismét Paral Bálintban akadt el a labda. Balogh Zoltán a kaput vette célba a bedobással. Így most fordulhat a turul. Mádi. Persze, hogyha bedobja a kapuba a labdát, az nem érvényes találat. Mindenképpen valakinek bele kell érnie. Csönge. Fodor bedobása. Molnár Gábor veszi le. Fodorhoz passzol vissza, aki érkezik. De a kapu mellé lő. Kis Gábor kirúgása. Farkas. Sarokkal Magda elé. Magda megpróbálta visszajátszani Farkasnak a labdát. Német nagyon szépen perdítette maga elé. De aztán pehére kipattant. Az oldalvonalon túlra a szabad rúgás. Balogh. Paral. Balogot csapta be, aztán a kapu mellé lőtt.
Csönge. Német. Kis Róbert szereli. A 20. percben járunk. 2-1 az eredmény a klub Fece javára. Német bedobása a balóg mellé. És fölé is egy picit talán. Kis Róbert. Jól zártak a pirosmezesek. Kis nem tudott kapura fordulni. Harall. Kis Róbert. Harall kapja vissza. Fodorban akadt el a labda. Molnár Gábor. Molnár mellé. Mádi. Német lépett közbe. Harall. Kis Róbert. Mádi a jobb szélen. Két ember között szerette volna játékba hozni Kis Róbert csapattársát, de lefülelték a Fece védők az átadást. Csönge. Bóka. A kapus kapja vissza. Aki aztán kirúgja a játéktérről a labdát. Harall. Farkas nem tudta már irányítani a fejest. Molnár Gábor hozhatta játékba a labdát, Balog. Fodort lökte Mádi. Fece szabadrúgás, Német. Német cselei, amit aztán Harall megelégel és felvágja a Fece játékosát. Szabadrúgáshoz jutnak a piros mezesek. Molnár Gábor fölé. Kis Gábor. Kis Róbert csak felfelé és kifelé tudott fejelni. Magda, Kis Róbert, Csönge húzza le a levegőből a labdát. Három és fél perc van hátra az első fél időből. Egy gólos Fece vezetés. Molnár bedobása. Fodor veszi le, Molnár Gáborhoz passzol vissza. Balog. Molnár. Balog Zoltán. Német. Paralban akadt el. Német bedobása. Balog. Kis Gábor. A bal felső sarok elől tornázta ki a labdát szöglet. Balog Zoltán a labda mögött. Kis Róbertben akadt el. Fodor hozza játékba a labdát. Bóka. Német. Fölé. Kis Róbert. Kint volt már. Bóka. Balog Zoltán. Német. Szép volt a csel, de aztán elveszik tőle a labdát. Harall. Fodor volt szabálytalan. Magda Csaba végzi el a szabadrúgást. A Fece sorfala egytagú, Német Antal személyében.
Nem volt veszélytelen, németen megpattant a labda, a Farkas pedig a kapu előterében megpróbálta a kapura tenni azt, de csöngerésen volt. Az első félidő utolsó percén belül járunk. És vége az első félidőnek. A Klub Feszad 2-1-re vezet a Turul Line ellen. Egyes Feca vezetés tehát 25 percnyi játék után. Paral, Karsai, csöngének kellett vetődnie. Kis Róbert, Fodor kereste az embert, kihez passzolhatna, nem talált játékos társat, ezért egy maga indult meg, és nem is tette rosszul. Lövését azonban védte Kis Gábor. Karsai, Magda, Parall lövi el, csöngevéd, Máj, ő szabadít fel, de időleges csak a felszabadítás, hiszen a kékmezesekhez kerül vissza a labda. Parall, Kis Róbert, Nádia a túloldalon, csöngevéd, szöglet. Karsai fölé, messze-messze fölé. Kis Róbert. Csönge fogta meg a labdát, a Turul játékosai reklamálnak, hogy a hatoson kívül. Balog, Fodor, Karsai. Kis Róberten pattant meg a labda. Máriási szabadrúgása. Máriási Karsairól vágódik le. Máriási Zsolt veszi kézbe a labdát, aztán bedobása után Máj Norbert fejjel, a bal kapufáról jött vissza a labda. Csönge, Molnár Gábor, csöngének vissza. Molnár lövi el mellé. Kifelé csavarodott a labda. Parall. Magda jött hátra, perdítése nem volt pontos, Máriási, Parall vele szemben, Máriási kioszt egy kötényt, aztán Parallhoz kerül vissza a játékszer, és ezen annyira meglepődött, hogy kiengedi az oldalvonalon kívülre. Kis Róbert előzte meg Fodort, a Turul végezhet el szabadrúgást, Mádi, Magda, Balog, Mádi erőszakos, Máriási, Máj, rossz helyre,
Magda. Paral. Molnár. Csönge. Karsaihoz pattant vissza. Aztán Csöngének ismét ki kellett vetődnie. Fodor. Paral lép ki. Mádi háta mögé, de kis Robertnek még jó. Máj Norbert állt a útját. Mádi. Máj. Balog. Kis Robert. Mádi indul meg, gyorsabb, mint Fodor. Fodor még bele tudott piszkálni. Így szöglet lett a dologból. Mádi köti a cipőfűzőjét. Ezt kellett megvárni. Kis Robert végzi el a szögletet. Máj Norbert pedig felszabadít. Kis bedobása. Inkább hazagurítja a labdát. Kis Gábornak a G-távolról tüzel. Csögge fogta. Mádi. Karsai. Mádi. Máriási. Máj. Molnár. Csönge. Mádi. Paral. Egyből vissza hátra a kapushoz. Kis. Máriási. Karsai esik el. Szabad rúgás. Magda. Paral. Nagyon rosszul találja el. Bedobás lett belőle. Kis Robert előzte meg Fodort. Máriási jó ütemben érkezik vissza, Magdától vette el a labdát. Fodor, kapufa. Magda. Máj. Máriási. Jó a csel. Eljutott a labda Máj Norbertig, de ő nem igazán tudott vele mit kezdeni. Balog. Magda mellett húzza el a labdát. Magda. Kioszt egy kötényt Májnak. Aztán visszakerül hozzá a labda. Balog. Majd, hogy nem saját kapuját veszélyeztette. Csöngének kellett közbeavatkoznia. Aztán a másik kapus Kis Gábor is munkában. Máj bedobása. Szabálytalan volt a bedobás, ezért a turul fordulhat. Magda. Kis Robert. Magda. Farkas. Kint volt már a labda. 34. perc, továbbra is 2-1-re vezet a klub feca. Magda szerez labdát, aztán távolról tüzel. De jó 2 méterrel a kapu mellé. Balog.
Máriási kezében a játékszer. Kis Gábor kivetődik a kapujából, és hatoson kívül ért bele kézzel a labdába, ezért szabadrúgáshoz jut a klubfeca, majd Kis Gábort figyelmeztetni kell, hogy ne reklamáljon. Balogh Zoltán gurítja le, és Máriási kihasználja a szabad rúgás adta lehetőséget. És Kis Gábor kap egy sárgalapos figyelmeztetést, ami 2 perces büntetést von maga után, reklamálásért kapta mindezt. Kapus nélkül marad a Turul, mezőnyjátékosnak kell beállnia, de ez mit sem változtat azon, hogy a klubfeca immár 3-1-re vezet a 36. percben a Turul ellen. Máriási második gólját szerezte. Három egy az eredmény. Nehezen lehet kordában tartani most az indulatokat a kékmezeseknél. A Turul Line második számú kapusa Fekete Ferenc áll a gólvonal elé. Parall. Máriási. Fodor. Fekete véd. Máriási. Májló pakodott fel a bal oldalon. Balogh. Bóka. Hallatszik az utasítás a klubfeca kispadjáról, hogy járassák körbe a labdát. Fodor, ő nem járatja, hanem inkább lő. A kapu fölé szállt a labda. Parall. Bóka. Máj. Balogh. Mádi. Magda. Fodor. Máriási elé fejeli a labdát. Parall érkezik és szerel. Máriási. Parall vette el tőle a labdát. Mádi. Parall Bálintnak vissza. Kis Róbert. Fodor. Máj. Fodor. A sarkát szerette volna beletenni. Túl gyors volt a labda. Érzésem szerint már letelt a büntetés 2 perce. Egyelőre még nem egészülhet ki a Turul. Bóka. Karsai. Parall. Fodort csapta be, Parall még. Karsai keresztbe lövi a labdát. Kis Gábor visszatérhetett a pályára, és most mezőnyben foglalja el helyét. Német Antal törzi. Csönge! Magda zavarja.
Kis Róbert, Német, Bóka, Molnár Gábor, Bóka, visszagurítja a labdát, nem nézett hátra, Molnár nem kísérte az akciót. Most, mintha egy picit nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt volna a Turulline. Kis Gábor, Paral, nekik bizony futniuk kell az eredmény után, hiszen két gól a Feca előnye. És a 41. percben járunk. Valamivel kevesebb, mint 10 perc van hátra a mérkőzésből. Molnár Gábor csönge, Karsai zavarja. Bóka. Német. Fekete. Kis Róbert. Német Antal bedobása, Bóka. Visszafelé terelgeti a labdát, aztán Máj vágja előre, Kis Gábor fejjel az oldalvonalon kívülre. Fodor, illetve Molnár. Fodor. Bóka mozog középre, Máj pedig feljebb húzódik a bal oldalon. Távoli lövése azonban messze elkerülte a kaput. Kis Róbert. Bóka. Német. Két ember között. Kis Róbert érkezik. Egyelőre tartja a labdát. Aztán Kis Gáborhoz passzol. Majd Fekete, a kapus is játékba avatkozik. Bóka. Kis Gáborról vágódott le szöglet. Bóka, Máj nem találta el jól, pedig remekül szállt középre a labda. Máj szerzi meg, Magda mellett megy el, aki két kézzel rántotta volna vissza. Bóka, Német, Fodor, ebből fordulhatnak a kékmezesek. Karsai, csöngevéd, szöglet. Pillanatokon belül helyzetbe kerültek a Turul játékosai a labdaszerzést követően. Paral dobhat. Karsai egyből a kapufát találja el. Fodor. Bóka. Máj. Karsai érkezett zavarni. Magda. Fölé. Csönge. Kis Róbert érkezett. Paral fejeli vissza a Karsai, Magda, egészen hátra Feketéig, akiről végül szögletre pattan a játékszer. Molnár Gábor a labda mögött, nem volt veszélytelen, a gólvonal előtt 20 centire pattogott végig a labda, nem tette bele senki a lábát. Karsai, Paral, Magda. Paral Bálint. Máriási lábak között tette tovább. Molnár hajszállal, de lemaradt a labdáról. Kis Gábor. Paral.
Kis Róbert. Magda. Máj Norbert érkezett vissza. Sokat dolgozik a klubfeca. 19-es számú játékos a Máj Norbert, Karsai. Paral. Bókát talált a telébe, és Molnár Gábor startolhat a labdára, át is emeli Fekete fölött, de célt tévesztett a labda. A kapu mellett hagyta el a játékteret. Marad a 3-1-es klubfeca vezetés a 46. percben. Kis Gábor, Karsai, Bókát, illetve Molnár, na, harmadszor eltelt a németet csapta be, Bóka pedig tovább vitte a labdát. Kis Gábor, Kis Róbertnek hagyja ott. Paral, Kis Gábor, csönge fogja. Német, Bóka, Molnárnak középre, Máriási lövi el, 4-1. Én azt hiszem, hogy eldőlt a mérkőzés, hiszen a 46. percben már 3 gól a klubfeca előnye. Máriási harmadik gólját szerzi, és ezzel 4-1-re vezet a feca. Csönge. Kis Gábor, Kis Róbert, aztán Bóka, majd Német a labdával. Magda érkezik hátulról. Bóka, Máriási. Bókáról ment ki. Kis. Német. Bóka. Rálép a labdára. Nem történt szabálytalanság. Magda nem ért hozzá Bókához. Magda. Csönge fogja a labdát biztos kézzel. Csönge kidobása. Német. Kis Róbert lökött. Ezért jár a fec a szabadrúgás. Máriási végzi el. Fekete jött ki, és aztán fogja. Kis Gábor, Magda, Paral, nem volt kint, most már viszont igen, de Máj Norbert szabálytalankodott, ezért Paral végezhet el szabadrúgást, egyből kapura küldte a labdát, de az elkerülte a kaput. Szöglet. Úgy tűnik, hogy akkor beleért egy piros mezes játékos. Paral veszélyeztetett. Kis Gábor lökte Német Antalt. Újabb pontrúgás következik. Máriási Zsolt helyezi le ismét a labdát. Két tagú a turul sorfala. Molnár Gáborra egyelőre nem figyel senki. Máriási Német felé gurította a labdát. A kapus résen volt. Máriási bedobása. Kis Gábor fedezi. Egyelőre a labdát, aztán tartja is. Magda. Kis Róbert. Szép a csel. Paral. Molnár Gábor húzta, vonta. Kirúgás. Szép az átfejelt labda Máriásinak, aki egyből lőtt, Fekete védett.
Máriási szöglete a mérkőzés utolsó percében. Molnár Gábor tüzel jobb lábbal a kapu mellé és fölé egyaránt. Magda, kis Róbert. Németh Antal zár vissza. Parall, nem figyeltek rá. Szépít a turul. 4-2 ezzel az eredmény az 50. percben. Máj. Németh. Most már túl vagyunk a rendes játékidőn. Ez már az 51. perc történése. Azt hiszem, hogy most már elkönyvelhetjük, hogy a 21. forduló előtt a tabella 5. helyén álló Klub Feca 2 góllal veri a Turullány együttesét, amely a találkozó előtt még a 3. helyen állt a tabellán. És így a Feca 1 pontra megközelíti jelenlegi ellenfelét. Parall. És vége a találkozónak. A Klub Feca tehát 4-2 arányban nyer a Turullány ellen. Én azt hiszem, teljesen megérdemeltem. A 21. fordulóban a Bádogos tovább búdácsolt, és a Szépházak csapata elhullajtotta első pontjait. Következzen a többi mérkőzés összefoglalója. A 21. fordulót a Bádogos C plusz V Atlantis Pub összecsapása nyitotta. A mérkőzést a kékmezes C plusz V kezdte aktívabban, de a játékosok nem találták el az ellenfél kapuját. A Bádogos a félidő közepén felébredt, és a 14. percben már vezetett. A nagymúltú C plusz V a játékrész végén egyenlített. A második félidőben a tavaly előtti bajnok gyors góllal lepte meg a Bádogos játékosait olyannyira, hogy a zöldmezesek hiába küzdöttek és próbálkoztak rendületlenül, nem tudták többet bevenni Disztl Péter kapuját. A végeredmény 2-1 a C plusz V Atlantis Pub javára. Nagyon örülünk, hogy ismét nyertünk. Múlt héten a tavalyi bajnokot győztük le, és most meg egy úgymond éremesélyest, aki elég közel volt ott a 3. helyhez, egy olyan győztünk le. Ezzel bebizonyítottuk azt, hogy igenis még van hely ennek a úgymond idős csapatnak is az első osztályban. Ez az 5. vereségünk, képtelenek vagyunk, és hiába próbálom bármilyen módon kicsit befolyásolni, hogy higgadtan, normálisan játszanak. Egyszerűen képtelen vagyunk a pályán normálisan focizni, higgadt fejjel, és nem tartom valószínűleg, hogy nem jön a 6., 7., 8. vereség. Úgyhogy csak annak tudok örülni, hogy ősszel, illetve tavasszal ennyi pontot szereztünk, mert kiesési gondjaink lennének ezzel a jó csapattal. A Polyák BT és a MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Rendezvúja küzdelmes találkozót hozott. A kemény ütközésekkel tarkított első félidőben a MÁV fegyelmezetten védekezett, és 2 támadását is eredményesen fejezte be. A fordulás utáni első támadásból 3-ra növelte a fekete-fehér csapat találatai számát, és úgy tűnt, ez demoralizálja a Polyák játékosait. Nem így történt, sőt a kékfehérek rákapcsoltak, felzárkóztak, de mindezt már későn tették. A MÁV a találkozó végén bebiztosította győzelmét, és így 5-3-mal gyűjtötte be a 3 pontot. A már bajnok Szépházak 94 ingatlan iroda a dobogós helyek valamelyikéért küzdő Bretton RT-vel csapott össze. A kék csíkkal játszó fehérmezes Szépházak immár erősen tartalékos csapattal lépett pályára, és az első félidőben a fölényben játszó Bretton szerzett vezetést. A második játékrészben szerencsés góllal egyenlített a Szépházak, és a pontvesztéstől tartva az előnyszerzésbe menekült. Az ideges hangulatú találkozó hátralevő részében elkeseredetten támadta Bretton, és egy kezezés után megítélt büntetőből sikerült egyenlítenie. Végül igazságos 2-2-es döntetlennel zártak a csapatok, így 21 mérkőzés után pontot vesztett a Szépházak 94 ingatlan iroda. Az elmúlt héten már biztos kiesővé váló Totál Food a Fevitával találkozott a fordulóban. A 10. még bentmaradást jelentő helyen álló Fevitának égető szüksége volt a 3 bajnoki pontra, hiszen a mögötte álló csapatokkal szemben mindössze 4 pont volt az előnye. A sárgamezesek ennek megfelelően játszották végig a mérkőzést. A Totál Food nem tudott annyi lehetőséget kialakítani, mint ellenfele, és a kevés helyzetüket is rendre kihagyták a játékosok. A Fevita győzelme nem forgott veszélyben, és Szente vezetésével végül 8-3-ra verték a végére kissé leeresztő Totál Foodot.
Ez egy 6 pontos mérkőzés volt, mivel ugye ez a csapat mögöttünk volt, és ez nagyon jól esett. Az őszi vereség után, mert őtőlük felkomítunk ki össze nagyon, most sikerült visszavágni. Egy nagyon jó kis mérkőzésen, én szerintem sportszerű mérkőzés volt, szintén megint közönség szórakoztató. Hát menetelünk itt tovább, megpróbáljuk tovább csinálni. Nem tudok mit mondani, már mondtam annyiféle hibát rólunk, most már azt hiszem így kell elfogadni ezt a csapatot. Most már jobb lesz majd az egyvérbe, és akkor szépen lesz le. Reméljük, hogy lesz sikerélményünk, és akkor majd jobb lesz a hangulat, és felszabadultabban fogunk játszani. A második és a 13. helyezett csapatok mérkőzésén rendre a dobogós csapat számít esélyesebbnek. Így volt ez a Cooper SC Bombon mérkőzésen is, éppen ezért számított meglepetésnek az a tény, hogy az első játékrészben csak a kékmezes Cooper tudott előnybe kerülni. A Bombon kétszer is egyenlített, a harmadik találatra azonban már csak a második 25 percben tudtak válaszolni Molnárék. A Bombon először a 40. percben 5-4-es állásnál szerezte meg a vezetést. Az előnynek azonban nem sokáig örülhettek, hiszen a Cooper az ellentámadásból azonnal egalizált. Az eredmény a későbbiekben már nem változott, a Bombon-Cooper SC meccs 5-5-ös döntetlennel ért véget. A győzelem kellett volna, de így a meccs végén, a meccs képe alapján elégedettek vagyunk a döntetlennel. Ja, nagyon sokáig, hát szinte végig kivezettetek és az ellenfél egyenlített. Mi múlott a győzelem? Úgy érzem, hogy nem figyeltünk oda az elején, mert hogyha egyszer két góllal tudtunk volna vezetni, akkor azt megtartottuk volna, és mindig akkor kaptuk a gólt, amikor épp egy fával mentünk. A Maratonsport Cita KKT mérkőzésen a zöldmezes maraton kezdett jobban. Szabó Zoltánék sorra alakították ki a helyzeteket a kisé álmosan kezdő ellenfél kapuja előtt, és a 8. percben már 3-0 volt az eredmény. A folytatásban is az előnyben lévő maraton akarata érvényesült. Ekkor ugyan már a Cita KKT is vezetett gólveszélyes támadásokat, de az újabb találatok ismét az ő kapujukba estek, így a szünetre 5-0-ás előnnyel vonulhatott a maraton. A második játékrészben aztán nagyot fordult a játék képe. A labda szinte kizárólag a maraton térfelén tartózkodott, és bár a zöldmezesek kontrái is veszélyesnek bizonyultak, a két csapat közti különbség szépen lassan csökkent. Az első félidőben lőtt 5 gól azonban elegendőnek bizonyult a Maratonsport számára, így végül 5-3-ra legyőzte a Cita KKT gárdáját. Túlságosan megnyugodtunk. Nem számítottunk arra, hogy az első félidőben ekkor előnyt szerzünk, csak kicsit lejött sajnos a csapat. Szerencsére elég volt az elő. Miben voltatok ennyivel jobbak az első félidőben az ellenfélnél? Nem tudom igazából. Sokkal jobban számítottam. A Bozai Attila hiányát megérezték. Ez egy nagyon nagy szerencse volt, hiszen ez egy 6 pontos mérkőzés volt, és ezt mindenképpen hozni kellett. Egy félidőnyi előnyt adtunk az ellenfélnek. Az első gólt berúgtuk, utána elég jól összeszedtük magunkat. Utána szerintem benne volt, hogy talán kiegyenlítünk, talán még a győzelem is benne lett volna. A végén szerintem már nem bírtuk erővel. Nézzük az első osztályú bajnokság eredményeit a 21. fordulóból. Bádogos Csipruszi Atlantis Pub 1-2, Polyák BT MÁV Gépészet 3-5, Turuline Klubfeca 2-4, Szépházak Bretton RT 2-2, Total Food Fevita 3-8, Bonbon Cooper 5-5, Cita KKT Maratonsport 3-5. Pontvesztésével a Szépházak 61 ponttal áll az első helyen, második a Bonbon, harmadik a Bretton, negyedik a Turuline, itt még nagy a küzdelem a dobogóért. Ötödik a Klubfeca, hatodik a C plusz V, hetedik a MÁV Gépészet, nyolcadik a Maraton, kilencedik a Bádogos, tizedik a Fevita, a kieső helyeken 11. a Polyák BT 22, 12. a Cita KKT 22, 13. a Cooper SC 17 és 14. a Total Food 6 ponttal. Az 1B 21. fordulójában Zöldker-Fehérvíz 2-3, Ságépítő RT Oksitos 4-1, Truck Trailer Más Tészta 2-4, Erszábalba Logisztik Széphő Placbau 2-6, Dekkebau Hungária Taxi 4-4, VDA Korral 2-7, FC Chelsea Fészeképítő 2-1. A Fehérvíz 54 ponttal áll az élen, második a Truck Trailer 52 ponttal és harmadik a Fészeképítők 36 ponttal. Negyedik a Korral, ötödik a Széphő, hatodik a Dekkebau, hetedik a Más Tészta, nyolcadik az FC Chelsea, kilencedik a Zöldker, tizedik az Oksitos. A kieső pozíciókban 11. a VDA 21, 12. a Placbau 20, 13. a Ságépítő RT 18 és 14. a Hungária Taxi 16 ponttal. Kedves nézőink, a 22. fordulóban a Bretton RT a Total Fooddal, a MÁV Gépészet a Turuline-nal, a Klubfeca a Bombonnal, a C plusz V a Szépházakkal, a Fevita a Cita KKT-vel, a Cooper SC a Bádogossal, a Maratonsport pedig a Polyák BT-vel csap majd össze. Műsorunk végén köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!